Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kismedek József, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, volt katonai attasé, és szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és akkor nézzünk, hol tartunk a naptárban. A Luaka zsinagógai naptár szerint 5780-at írunk, tévészhó 13. napján vagyunk. Ma, pénteken délután, pontosan 3 óra 54 perckor meggyújtjuk a pénteki gyertyákat, és ránk köszönt a Sábesz. Mindez tart szombaton este 5 óra 6 percig, amikor is újabb gyertyát gyújtunk, amivel jelezzük, hogy különbséget teszünk benne kódes lehol, azaz ünnepek és a hétköznapok között. Világszerte a zsinagógákban a Vájhi heti szakaszt olvassák föl. Parasatos Shavua, Vájhi. A Gergely naptár szerint 2019. január 10. napja van, és az év második hetébe vagyunk, és ha minden igaz, akkor péntek van. Üdvözlök minden Malénia Utó nevű nézőnket, mindenkit, akinek ma van születésnapja, házassági évfordulója, vagy most ad életet új gyermekének. A bankok vajudásáról annyit, hogy az euró középárfolyama 3.32.63, míg az angol font 3.91.56. A várható mai időjárás, az időjárás jelentők szerint, mínusz 4 és 2 Celsius fok között várható. Figyeljenek oda folyadékháztartásokra, öltözzenek rétegesen, és ha lehet, olyan cipőt vegyenek föl, amiben mert fagyhat is, nem csúszik. Most viszont nyissák ki az ablakot, hogy a friss levegő felébressze önöket, és hallják szakértő vendégünk véleményét. Ezelőtt pár órával már dokumentumok is előkerültek a Laviánról, a műbolygokról, és a korábbi feltételezések úgy tűnik, hogy valósak, hogy az ukrán repülőgépet, amelyik Boeing gyártmányú, és ezelőtt 3 héttel járt Izraelben, és az ottani aláírások szerint a gép állapota kiváló volt, amikor felszállási engedélyt adtak neki, mégis egy idegen testtel és nem egy gólyával ütközött össze. Nem tudom, hogy szakértő úr, aki egy katona, politikai és eszközszakértő, tudja, hogy a gólyák tanulmányaiból 2000 méter fölött nem repülnek. Tehát nem gólyák repültek az ukrán gépnek, hanem egy légelhárító rakéta robbantotta föl, ezért van minden szanaszét. Irán még nem kért bocsánatot. Mi ilyenkor a következő lépés? Hát ilyenkor illene elismerni. Meg kell nézni minden felvételt, pontosítani kell, több embernek meg kell nézni, be kell vonni az érintett országokat is, tehát mondjuk minimum az, hogy megmondták, hogy a fekete dobozokat sem adják oda senkinek, majd ők megvizsgálják. A repülési szabályok értelmében ezeknek a megvizsgálása annak a feladata, ahol a baleset történt, de az semmi nem tiltja, sőt, hogy vegyenek részt azok, akikhez tartozik a gép, illetve a repülőgép gyártója. Na most ismereteim szerint az ukránok már ott vannak, tehát ők is figyelik, és a Boeinget is értesítették, még nem érkeztek meg a Boeing szakemberei. De lehet, hogy még nem kaptak beutazási vízumot. Az is lehet, de az igazság az, hogy most már a Boeing szakembereire nem nagy szükség van ott, mert hogyha a bizonyítás nyer az, hogy valóban a gépet lelőtték, és ezt most már többen mondják, és azt mondják, hogy véletlenül történt a lelövés. Hát véletlenek azért előfordulhatnak, de egy repülőtér közelében nem illik légvédelmi rakétákkal lövöldözni. Igaz, hogy ilyenkor, amikor egy olyan helyzet van, ami most volt, illik például a repülési tilalmat is bevezetni, hogy idegen gépek ne menjenek. Tehát ilyenkor a polgári gépeknek sem szabadna repülni, tehát elég hiba volt ott. Na de, drágaszakértő úr, egy olyan országban, ami éppen egy katonai offenzíva zajlik, azért csak van a belső, illetve hát a civil repülés irányító és a katonaság között valami kapcsolat. Az mindig van, az békeidőben is van, háborús időben is van, természetes, tehát hiba volt a rakétát egyáltalán elindítani. Abba a sávba, ahol a polgári, pontosan tudják azt, hogy milyen gép megy, ez egy menetrend szerint T3-at volt, tehát pontosan tudják azt, nem is egy mikor indul, nem egy csárterjára. Kedves nézőim, 180 ember életéről beszélünk, és a fedélzeten található 6 személyzetről, akik többet nincsenek közöttünk.
Tegnap a kora délelőtti órákban kezdődött Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök évi kormányinfója, és közben érkeztek a telefonomba az üzenetek, mégpedig arról, hogy, és éppen az egyik külföldi munkatárs föltette a kérdést az Irak-Irán kontra Amerika és repülőgépről, és abban a pillanatban érkezett az a hír, miközben ott erről beszélgettünk, illetve a miniszterelnök válaszolt a feltett kérdésre, hogy azért nem voltak sérülések az amerikai támaszponton, személyi sérülések, mert lehallgatták a tervet, és kiürítették a katonai támaszpontot, így sikerült az üres sátrakba, hogy fölrobbanjon a rakéta, és még gépeket is odébb tettek. Igen, erre volt információ, és ezt a magyar kontingens is megerősítette, amikor tegnap beszélgetés volt a kontingens parancsnok és a magyar honvédelmi miniszter között, aki jelentette, hogy kaptak tájékoztatást, föl kellett nekik venni azt a védőöltözetet, amit ilyenkor illik, és mennek bunkerba, tehát gyakorlatilag futásba mennek lefelé, és védekeznek, tehát el tudnak onnan tűnni. Ez, amit hát, az izraeliek naponta többször is megélnek, amikor megszólalnak a szirénák. Körülbelül úgy néz ki, hogy ott is, hogyha van egy előrejelzés. Biztonsági szoba. Igen, így hát van. Hát az előrejelzés annyi, hogy amikor kilövik a rakétát. Föld alatt vannak ilyen bunkerok, és ott vannak az emberek. Vagy az épületeknek a bizonyos szárnyain. Ezek jól beváltak ön, mint szakértő? Hát természetesen, hát ez véd az ellen, hogy mondjuk egy rakétának a repeszei nem tudják. Hát, tehát ha éppen oda megy, akkor ha nincs szerencséje, eltalálhatja. De hát ezek úgy vannak kiképezve, hogy ellenálljanak nem csak a repeszeknek, hanem akár egy rakétának is. Pláne egy ilyen amerikai objektumban, az az egyik legnagyobb objektum volt, amit megtámadtak. Tegnap a kora reggeli órákban, nem is olyan kora reggel, 7 órakor a honvédelmi miniszter sajtóját tájékoztatót tartott erről. A honvédelmi miniszter kihelyezett egy szakembert, aki ott együttműködik a kint lévő magyar honvédekkel, akik ugyan különböző támaszpontokon vannak és különböző feladatokat látnak el. Ha jól emlékszem, akkor nem a NATO keretében, hanem Irak és Magyarország közötti szerződés alapján vannak ott a magyar katonák. Hát két misszió van. Az egyik missziót azt az amerikaiak vezetik, és alapvetően az a NATO, rendeltetése az, hogy a ISIS felszámolása, illetve annak a következményeinek a kezelése, illetve a másik a kiképző misszió, ez a NATO, kiképző misszió a NATO. Tehát az ISIS elleni harc az amerikai. A másik, az iraki kiképző misszió, az pedig NATO irányítás alatt van. Tehát, hogyha valaki valamit elrendel, akkor nem Magyarország, meg nem Szlovákia, hanem a NATO-ból kapnak utasítást, hogy mit kell csinálni a kiképző misszióval kapcsolatban. Aztán vannak keveredések, az emberek között van, amikor ide helyezik, van, amikor oda helyezik őket, de lényeg az, hogy megvan adva egy kontingens létszám, az maximum 200 fő lehet, és azon belül személyekkel lehet játszani, lehet kevesebb, több nem lehet. Ugyanakkor hát az irányítás az nyilván valahogy az egyik amerikai, a másik pedig NATO. Tegnap a kora délutáni órákban még úgy tűnt, hogy tulajdonképpen egy deeszkalációnak leszünk a szemtanúi, mert ők kilőtték az üres támaszpontokra a rakétájukat, és mindenki egy kicsit visszavesz belőle, és akkor arról értesültünk az éjszakai órákban, hogy Szíriában újból egy fegyverraktárat lőttek, nem megerősített hírek szerint az izraeli légierő gépei, és semmisítettek meg a földön. Tud-e már erről valamit, és mit jelent ilyenkor konkrétan a meg nem erősített hírek? Tehát most ők voltak, vagy nem ők voltak, vagy ezek a dolgok úgy maguktól fölrobbannak a éppen mínusz két fokban? Általában az izraelek nem szokták nagyon gyorsan megerősíteni, tehát ők várnak még ezzel a dologgal. Semmi nem változott, ami az iráni különböző célok megjelenését illeti Szíria területén. Ez a deeszkalációt, ezt én ezzel egy kicsit vitatom. A deeszkalációt úgy kell értelmezni, hogy nincs közvetlen katonai összetűzés mondjuk az amerikaiak és az irániak között. Egy másik területen fog folyni a küzdelem, véleményem szerint sokkal intenzívebben, ez pedig az aszimmetrikus háború. Tehát magyarul, amit a Szulajmáni kidolgozott, hogy különböző iráni kötődésű milíciák tevékenykedjenek az irániak helyett, akkor ez azt jelenti, hogy a jövőben ezeket fogják elég intenzív módon alkalmazni. Tehát tulajdonképpen terrortámadásokkal lehet számolni, különböző
célok elleni támadásokkal, és az iráni cél világos, onnan a külföldi erőket, különös tekintettel az amerikaiakat el kell űzni. A Magyar Nemzet szakírója szerint szándékosan fogta vissza magát Teherán. Hagyományos háborúban nem lehet esélye a perzsa államnak, ezért most más eszközökhöz nyúl, írja a címben a szerző. Ami itt nagyon érdekes, hogy felsorolja, ami szerintem a tüzet a vízzel nem lehet összehasonlítani, az Egyesült Államoknak összes harci gépe 13.398, míg Iránnak 509. De hát harci gépeket, ilyen... Ennek nincs értelme, egy ilyen összehasonlításnak már világosan tudja. Aztán azt mondja, hogy vadászgépe van Iránnak 142, míg az Amerikai Egyesült Államoknak 2362, harckocsia van 6287, míg Iránnak 1634. Jó, hát különböző kiadványokból ki lehet másolni, ennek semmi értelme és nincsen. És ami a leggyönyörűbb, haditengerészeti járművek vannak az iszlám államnak, illetve Iránnak 398, míg az Amerikai Egyesült Államok haditengerészeti járművek 415, ebből 24 repülőgép hordozó. Minden tiszteletem azért, aki ezt írta, de hát az ábrából látszik, hogy ennek semmi értelme nincsen, ennek az összehasonlítás. Hisz itt nem hadott üzent az egyik ország a másiknak, hanem nem szeretné. Nagyon érdekes volt, Orbán Viktor tegnap azt mondta, és ez egy nagyon konkrét kijelentés volt, hogy Magyarország sem szeretné, hogy a már meglévő atomhatalmakon kívül újabb atomhatalmak jöjjenek létre. Ezt mindenki mondja, tehát ez ne akkor, legyenek újabb atomhatalmak. Tehát akkor annál világosabb, hogy Magyarország sem annak a híve, hogy ott a centrifugák fölpörögjenek, abszolút, és nem békés célú cukorkát gyártsanak. Abszolút nem célja senkinek, és természetes dolog az, hogy nem fogják elfogadni azt, hogy Irán atomfegyvert fejleszten ki. Na ez lesz már egy következő időszak, amikor majd most rá fognak menni a centrifugák üzemeltetésére. Most kérdés az, hogy hányat üzemeltetnek, és ez ebből lehet következtetni arra, hogy mennyi időn belül tudják elérni azt, hogy atomfegyvert fejleszhessenek ki. Itt még egyelőre csak az urántúsításról van szó. De a problémák akkor kezdődnek, mikor ezt most egy kicsit gyorsabban fogják csinálni, viszont elég világosan megmondta több ország, és most azon dolgozik az Egyesült Államok, hogy a nyugat-európai országok is fogadják ezt el, hogy gyakorlatilag Irán nem rendelkezhet atomeszközökkel, atomfegyverrel, tehát ebbe összetart a nyugati világ, ami azt jelenti, hogy Iránnak nem nagy esélye lesz arra, hogy atomfegyvert fejleszten ki. Ellenkező esetben viszont akár légi csapással lesz vissza lehet fogni, magyarul támadásokat intéznek azon objektumok ellen, ahol ezeket az eszközöket fejlesztik, illetve próbálják előállítani. Gondolom, ezeket meg is lehet találni. Ezt pontosan tudják, hogy kedves nézőim, a szűk negyed órában önök dr. Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi tanárt, volt katonai ajánlatosít, látták és hallották, aki napjainkban az összes Magyarországon megjelenő médiában egy ilyen ringlisfélen megy körbe, és mindenhol megmagyarázza, hogy miről van szó, így aztán hamarosan hozzánk is visszatér. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és bízom benne, hogy inkább a békét fogja megmagyarázni nekünk, hogy is értjük azt, és nem ezeket a rakétákat. Örömmel, ha lehet. Kellemes hétvégét önnek. Köszönöm, viszont. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk Szalai Bobrovecki Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Tartsanak velünk.